Üdvözöllek benneteket! Elérkeztünk videósorozatunk utolsó részéhez, melyben Pitagórasz tételének alkalmazását gyakoroljuk az egyenlő szálú trapézon. Negyedik leckékben olyan feladatokat oldunk, melyben a kerületből területet, illetve területből kerületet számítunk, természetesen néhány plusz elem segítségével. A feladatokban felhasználjuk a terület, illetve a kerület képleteit. Nézzük a konkrét feladatainkat. Számítsd ki az egyenlő szálú trapéz kerületét, ha területe 24 négyzetcentiméter, alapjai pedig 10 cm és 6 cm. Rajzoljuk le a trapézunkat, jelöljük meg az alapokat, A és B, szálakat, C és C, a kis levágott részt az X, a magasság és szükség szerint a középvonalat az kis M. Amit tudunk, hogy az egyik alap, tehát a hosszabbik alap 10 cm, a rövidebb alap 6 cm, a területünk pedig 24 négyzetcentiméter. A kerülethez szükségünk lesz még egyrészt a C oldalra, a C oldal kiszámításához pedig szükségünk lesz a kis levágott részre, az X-re. A derékszögű háromszög harmadik oldala, a magasság hiányzik, arra is szükségünk lesz. Nézzük, hogyan tudunk elindulni. Egyrészt a területből ki tudjuk számítani a magasságot, másrészt a területből úgy szintén a középvonalon át ki tudjuk számítani a magasságot. Nézzük, alkalmazzuk most a középvonal számítását is. Írjuk fel a középvonal képletét A plusz B és az egész törve 2-vel, tehát a középvonal a két alap átlaga. Mivel az alapokat tudjuk, be tudunk helyettesíteni, az A oldal 10, a B oldal 6, először összeadjuk, 10 plusz 6 az 16, majd most már el tudjuk osztani 2-vel, tehát a középvonalunk 8 cm. Írjuk fel a területképletünket, az amely a középvonallal kapcsolatos, vagyis az M-szer H. Ide helyettesítsünk be. A területünk 24, a középvonalat most kiszámoltuk, az 8, és a magasságot keressük. Segédegyenletünkben 2×3 egyenlő 6, a 3-at úgy kapjuk meg, hogy a 6-ot elosztjuk 2-vel. Vagyis a mi esetünkben a 24-et el kell osztani 8-al, ami 3, tehát a keresett magasság 3 cm. Ugyanezt a magasságot ki tudjuk számítani, hogyha a területképletünkben a középvonal képletét használjuk rögtön. Nézzük, hogy tényleg ugyanannyit kapunk-e. A területünk 24, az A oldal 10, a B oldal 6, az egészet osztjuk 2-vel, és szorozva a magassággal, amit keresünk. Először is a 10-et és a 6-ot össze kell adni, így kapunk 16-ot, az egész törve 2-vel, és szorozva a magassággal. Hasonlóképpen, mint az előző lépéseknél, a 16-ot most el tudom osztani 2-vel, és azt kaptuk, úgy mint az előtt, hogy a 24 egyenlő 8×H, innen hasonló lépések segítségével a magasság 24 osztva 8-al, vagyis 3 cm. Láthattunk két módszert arra, hogy hogyan kapjuk meg a magasságot. Az egyik módszerben a középvonal segítségével, tehát külön kiszámoltuk a középvonalat, a másik módszernél pedig rögtön a terület képletébe helyettesítettünk be, és így számítottuk ki a magasságot. Természetesen mindenki eldöntheti, hogy melyik módszer alapján számol. Miután kiszámítottuk a trapéz magasságát, így már hozzáfoghatunk a hiányzó részekhez, főleg a szára gondolok. Viszont előtte még ki kell számítani a kis levágott résznek, az X-nek az értékét, ami nem lesz nehéz, hiszen úgy az A oldalt, mint a B oldalt ismerjük. A képletünk A minusz B és az egész törve 2-vel. Ha most behelyettesítünk, az A az 10, a B az 6, vizázat, először a kivonást végzem el, 10 minusz 6 az 4, és a 4-et felosztom 2-vel, a keresett kis rész x egyenlő 2 cm. Következő lépésben felírjuk Pitagórasz tételét. Derékszöggel szemben lévő oldal, az a C oldal, tehát C négyzet egyenlő. Egyik befogó az x, tehát x a négyzeten, a másik befogó pedig h, tehát h a négyzeten. Helyettesítsünk be. C négyzet egyenlő lesz, az x az 2, tehát 2 a négyzeten,
A magasságot pedig az előző lépésben kiszámítottuk, az 3, tehát 3 a négyzeten. Emeljük négyzetre a 2-t és a 3-at, 2 a négyzeten az 4, 3 a négyzeten pedig 9. Ha összeadjuk, 4 plusz 9 az 13, ez a C négyzet. Magát a C-t úgy kapjuk meg, hogy a 13-ból gyököt vonunk, ami meg is marad így ilyen formában, tehát a C oldalunk gyök 13 cm. És maradt még a kerület. A kerületünk A oldal, B oldal, egyszer egy C oldal és még egyszer egy C oldal, vagyis kétszer C oldal. Minden adat most már adott, be tudunk helyettesíteni. Az A oldal az 10, a B oldal az 6, és kétszer vesszük a C oldalt, ami gyök 13. Ami racionális, azt összeadjuk, 10 plusz 6 az 16, a kettőt, ha megszorzom gyök 13-mal, az valójában 2-ször gyök 13, és meg is kaptuk a kerületünket. Ha egy picit szeretnénk finomítani a végeredményen, a 16 és a 2-t a disztributív tulajdonság alapján zárójel elé ki tudom hozni a 2-t, marad akkor a zárójelben 16 osztva 2-vel az 8, és 2 osztva 2-vel az 1, azt nem is kell írni, csak a gyök 13-at. Tehát a kerületünk kétszer, zárójelben 8 plusz gyök 13 cm. És végezetül nézzük leckénk második feladatát. Számítsd ki az egyenlőszálú trapéz kerületét, ha adott területe, rövidebb alapja és magassága. Induljunk a rajzunkkal, amelyben lerajzoljuk az egyenlőszálú trapézt, megjelöljük az oldalait, A és B, szárai, C és C, és a levágott részt X, illetve a magasság kis h. Mi az, amit tudunk? Területünk 288 négyzetcentiméter, a rövidebb alap, most a B oldal adott, 6 cm, és a magasság 16 cm. Ahhoz, hogy a kerületet ki tudjuk számítani, szükség lesz még a két hiányzó oldalra, az A oldalra és a C oldalra, és a derékszegű háromszög hiányzó oldalára, az X-re. Induljunk el először is a terület képletéből, hiszen azt tudjuk. Használjuk most a teljes terület képletét, tehát középvonal, szorozva magasság, azzal, hogy a középvonal képletét használjuk. Helyettesítsünk be. A területünk 288. Az A oldalt nem tudom, tehát megmarad csak A oldal. A B oldalt tudom, az 6, az egész törve 2-vel, és szorozva a magassággal 16-tal. Figyeljünk arra, hogy a 2-t és a 6-ot nem tudom egyszerűsíteni, viszont tudom egyszerűsíteni a 2-t és a 16-ot, itt maradt 8, itt az 1 pedig azt jelenti, hogy eltűnik a nevező. Így kaptunk egy egyszerűbb egyenletet, 288 egyenlő. Az A plusz 6-ot most tegyük zárójelbe, mert az egészet meg kell szorozni 8-al. Egy kis segédlet segítségével kiszámoljuk az A plusz 6-ot. 2-ször 3 egyenlő 6-ból a 2-t úgy kapjuk meg, hogy a 6-ot elosztjuk 3-mal. Vagyis A plusz 6, most már nincs szükség a zárójelre, egyenlő lesz, a 288-at elosztjuk 8-al. Ezt akár itt a feladaton belül is el tudjuk osztani. 28-ban a 8 megvan 3-szor, írom a 3-at, a maradék 4, 48-ban a 8 pedig megvan 6-szor. Tehát A plusz 6 egyenlő 36, innen az A oldalt úgy kapom meg, hogy a 36-ból kivonom a 6-ot. És 36 mínusz 6 az 30 cm. Pitagorasz tételéhez szükségünk lesz még a kis levágott részre, az X-re, tehát számoljuk ki. Képletünk A mínusz B és az egész törve 2-vel. Helyettesítsünk be. Az A oldal helyett most már tudjuk írni a 30-at, a B oldal az 6, és az egész törve 2-vel. Úgy szintén figyeljünk oda, hogy nem bírunk egyszerűsíteni. Először elvégezzük a kivonást, 30 mínusz 6 az 24, és most a 24-et tudom leegyszerűsíteni 2-vel, tehát a keresett, levágott rész x egyenlő 12 cm. Most már sokkal közelebb vagyunk végső célunkhoz, hogy kiszámoljuk a kerületet. Egyedül a C oldal hiányzik még, ez pedig a derékszögű háromszög segítségével, Pitagórasz tételének alkalmazásával számoljuk ki. Derékszöggel szemben lévő oldal a C oldal, tehát C négyzettel kezdem,
Egyik befogó az x, x négyzet, másik befogó a magasság, a h, tehát h a négyzeten. Helyettesítsünk be. Az x-et most számoltuk ki, hogy az 12, tehát 12 a négyzeten, a magasság adott volt 16, tehát 16 a négyzeten. Emeljük négyzetre a 12-t, az lesz a 144, illetve a 16-ot, az pedig 256. Ha összeadom a 144-et és a 256-ot, egy szép kerek számot kapok, ez pedig a 400. Mivel a C négyzet egyenlő 400, csak maga a C oldal egyenlő lesz 400-nak a gyökével. A 400, tudjuk, hogy a 20-nak a négyzetszáma, a négyzete, ezek szerint 400-nak a gyöke az 20, tehát a keresett C oldal, vagyis az egyenlő szárú trapéznak a szára 20 cm. És feladatunk végén végre kiszámíthatjuk a kerületet. Képletünk, van egy A oldal, van egy B oldal, és kétszer a C oldal. Helyettesítsünk be. Az A oldalunk az 30, a B oldalunk az 6, és kétszer veszük a C oldalt, vagyis kétszer a 20-at. Figyeljünk arra, hogy először a szorzást végezzük el, illetve akár a 30-at és a 6-ot össze is tudjuk adni, az 36, a 2x20 pedig 40, és a végén, ha összeadjuk a 36-ot és a 40-et, megkapjuk a keresett kerületet, ami 76 cm. Ezzel nem csak feladatunk, hanem leckénk, illetve a videósorozatunk végéhez is érkeztünk. Az elmúlt példákon keresztül az egyenlőszárú trapéz esetében alkalmaztuk Pitagorasz tételét. Köszönöm a figyelmeteket!